Szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket, a Lólépésben című sakkmagazinban vagyunk, én Gunyec Zoltán műsorvezető vagyok, és állandó szakértőnk műsorvezető társam Varga Péter nagymester, nemzetközi mester. Én is mindenkit üdvözlök. Az előző adásunkban beszámoltunk a megyei csapatbajnokságról, beszámoltunk a nagy szabolcsi nyíregyházi sikerről, a nyugdíjas országos bajnokságról, és beszámoltunk az MB2 küzdelmeiről, a második és harmadik fordulóról. Azóta újabb forduló lebonyolítására nem került sor, volt azonban egy nagy ifjúsági csapatverseny, amelyen Péter nagymester is részt vett, mint csapatvezető, mint a Magyar Sakkszövetség vezető tisztségviselője, mint bíró, szervező, tehát Péternek fullex a funkciói voltak ezen a versenyen, ez a verseny pedig a Magyar Ifjúsági Korcsoportos Csapatbajnokság volt. Hajdúböszörményben rendezték meg, a város Hajdúböszörmény a magyar sakkozás, a hajdúmegyei sakkozás egyik fellegvára. Az előző adásunkban beszámoltunk arról, hogy milyen erős sakkcsapat van ott, milyen erős sakkmesterek vannak ott, nagy hagyománya van a sakknak, és megfelelő körülmények között tudták ezúttal is lebonyolítani ezt a versenyt. Én ezen a versenyen nem tudtam ott lenni, Péter azonban első kézből értesült a történtekről. Kérlek Péter, meséld el, hogy játszottak a fiaink, hány Szabolcs megyei csapat volt, hogy játszottak a gyerekek, mennyire voltak eredményesek, és egyáltalán milyen volt a jövő szempontjából Magyarország ifjúsági sakkozásának csapatbajnoksága. Hát ez a Magyar Sakkszövetségnek az egyik legfontosabb és legnagyobb gyerekrendezvénye, ugye, ami azt hivatott felmérni, hogy az országban melyek azok az egyesületek, ahol a legjobb, legeredményesebb ifjúsági nevelő munka folyik. Én úgy gondolom, hogy ezen amelyik csapat, amelyik egyesület szeretné, hogy ott legyen a utánpótlás nevelés szinterén, ezen a bajnokságon részt kell vennie. Ugye Hajdúböszörményben volt megrendezve először ez az ifjúsági csapatbajnokság, ugye idén tavasszal volt a Rapid országos egyéni és csapatbajnokság is, tehát egy csapatbajnokság már volt, de ez ugye Rapid játéktempóban. Ugye ez most a hagyományos játékidejű hosszú partik, azt mondanám, hogy hosszú partik, amelyek ezt a versenyt alkotják, és ugye ez az egyik ugye olyan verseny a Magyar Sakkszövetségnek, ahol ugye idézőjelben csak azok az egyesületek kaphatnak támogatást is, akár a Magyar Sakkszövetségtől, akár a Magyar Olimpiai Bizottságtól, aki ezen a versenyen részt vesz. Tehát én úgy gondolom, hogy ezen a bajnokságon, tehát a legjobb egyesületek vesznek részt, akik ugye utánpótlással foglalkoznak, utánpótlás neveléssel foglalkoznak. Ugye itt is több részlet észre lehet osztani, ugye ezt az utánpótlás nevelést. Ugye alapból vannak, akik ugye a legkisebbekkel foglalkoznak, a gyermekekkel, vannak, akik már ugye kinőtték ezt, azok a gyerek, tehát azokkal foglalkoznak, és vannak azok az egyesületek, akik már szinte a profi ifjúsági játékosokkal foglalkoznak. Ugye egy 3 évvel ezelőtt ugye ketté lett szedve ez az ifjúsági csapatbajnokság, ugye egy gyermek csapatbajnokságra, ami igazából 10 éveseknek szól, és 2-12 éves játszhat a csapatban, 6 fős csapatbajnokságról beszélünk, és maradt az ifjúsági csapatbajnokság, ugye, ami 18 évesek játszhatnak maximum, és ugye fiatalabbak ezen a versenyen. Ugye az ifjúsági csapatbajnokságon egy lánynak kötelező játszani, és egy kisifinek, úgynevezett kisifinek, aki 12 éves vagy annál fiatalabb, vagy 2 lánynak, tehát ez van meghatározva szabályként. A gyermek csapatbajnokságban 1 lánynak kötelező játszani, és ugye idézőjelben 2 túlkoros, ugye 2 12 éves, 1500 élőt meg nem haladó játékos játszhat ezen a versenyen. 40 csapat indult ezen az országos bajnokságon, 20,
6 csapat játszott a ifjúsági csapatbajnokságon, és 14 a gyermek csapatbajnokságon. Ez a tavalyi évhez viszonyítva egy kicsit visszaesés. Ugye tavaly Budapesten volt megrendezve nyáron, és ott 50 csapat indult, idén ugye itt 40 csapat indult. Ezen a versenyünk most itt egy pici, létszámban pici visszaesés volt, vagy ugye, ha azt mondjuk, ugye 10 csapattal kevesebb volt, viszont a többi versenyen, a Rapid csapaton, ott viszont 13-4 csapattal indult több, a korcsoportos egyéni bajnokságon pedig jóval több gyerek indult, mint az előző évben. Tehát van, ahol nyerünk gyerekeket, most itt egy picit elvesztettünk. Sok minden oka lehet, igazából ez egy hosszabb verseny, ugye 5 nap alatt zajlik le, és ugye voltak olyan egyesületek, ahol vagy nem tudtak hagy gyereket összehozni, vagy egész egyszerűen nem vállalták a költségek miatt a részvételt. Ezt meg kell nézni, utána kell járni, hogy miért volt ez. A megyéből egy csapat indult sajnos, többen indulhattak volna, sajnos nem úgy jött össze a lehetőség, hogy többen induljanak a megyéből. A Nyíregyházi Sakkiskola csapata indult az ifjúsági csapatbajnokságon, és végül is a 22. helyen zárt a 26-ból. Ugye több volt benne, több nyertállást vesztettünk el, amit nem kellett volna, de ettől függetlenül kétszer nyert a csapat, 2 döntetlen és 3 vereséget szenvedett. Tehát elég tisztes. Elég tisztes helytállás volt. Én úgy gondolom, itt a játékosoknak ez egy kiváló lehetőség, hogy az ország legjobbaival játszhassanak, és ugye nem is kell messzire utazni. Ugye a Hajdúbusszermény 45 kilométerre van Nyíregyházától, és ugye ha ugye lehetőség lett volna, több olyan egyesületből is indulhattak volna ezen a versenyen, ahol most ugye nem játszottak. A Rapid versenyen sokkal több megyei csapat indult. Sajnos idén most ez így alakult. Remélhetőleg jövőre majd meglátjuk, hogy hol lesz, mert ugye egyszer itt van, egyszer ott van ez a verseny, tehát egyszer... Mikor ugye... kinyeri el a rendezés jogát. Igen. És hogy játszottak a gyerekeink? Én úgy tudom, hogy a Varga család tekintélyes létszámban képviseltette magát a csapatban. Ki volt a legjobb pontszerző? Hát a legjobb pontszerző Varga Marcell volt, aki a 4-es táblán és néha a 3-ason játszott. Ugye egyet vesztett az elsőben, és utána gyakorlatilag veretlen maradt. Azt hiszem 3 vagy 4 partit nyert, tehát nagyon, nagyon jól, viszonylag jól játszott, és a csapat motorja volt. Többen játszottak még, ugye kötelező volt egy lányt játszatni, aki ugye Blahota Réka volt, de ő csak 3 partit tudott játszani. Többi partit Varga Mira Adél játszotta. Igen, és még 105,5 pontot is, tehát ez ahhoz képest, tehát, hogy nemrég kezdett sakkozni. Ugye Mira, ahhoz képest ez egy, én úgy gondolom, hogy egy nagyon, nagyon tisztes helytállás volt tőle. Ugye kisifiként Blahota Marcell játszott ugye a 12 éves korosztályban, ő is szépen helytált, 50%-os teljesítményt ért el, ami azt jelenti ugye, hogy 8 forduló volt, 8-ból 4 pontot ért el, ami kiváló eredmény. Hát a többiek is megtettek mindent, csak ugye a csapatok elején ott tényleg olyan játékosok játszanak, nemzetközi mesterek, FIDE mesterek, akik hát hogy úgy fogalmazzak, fényévnyire járnak előttünk. Hát, és ha jól emlékszem, ugyan Dani az első táblán játszott Marjanovics Anna Máriával is, vagy 550-nel magasabb az értékszáma Anna Máriának. Láttam is a hévízi versenyen, hogy utcahosszan nyerte meg a nemzetközi mesterek, fidemesterek, férfi nemzetközi mesterek, fidemesterek előtt azt a verseny. Utána utazott Hajdúböszörménybe. Egy nagyon erős sakkozó az a leányzó. Hát azt kell tudni róla, hogy ő ugye a női, felnőtt női bajnokságon 3. lett, 2350 felett van az élője. 2370 most. Most igen. És játszott a 16 évesek csapatolimpiáján is a magyar válogatottban, tehát közelről is láttam, egy fantasztikus tehetség, ugye ez a lány idén még csak 15 éves, jövőre lesz 16 éves, fantasztikusan jól játszik,
és ő volt az egyik legnagyobb név itt a lányok között, de játszott Kacur Flórián a Paksnak az első táblán, aki hamarosan nemzetközi mester lett. No, ugye azt hiszem, hogy 11. lett a korcsoportos Európa-bajnokságon, nagyon-nagyon erős játékos. Az egyik csapat ugye egy külföldi játékost, sőt két csapat volt, aki két nagyon erős külföldi játékost igazolt le, vagy ugye játszik a csapatukban, és ugye ezen a magyar nemzeti ifjúsági csapatbajnokságon olyan szabály van, hogy egy külföldi játszhat. Ő például az ukránoknál a 18 évesek csapat Európa bajnokságán az első táblán játszott, 2480-as élővel rendelkezett. Nem nagy mesteri értékszám. És ő játszott igazából Anna Mária előtt, tehát ugye a Kőbányának a csapatában. De nagyon erős játékosok voltak ott, Juhász Ármin, aki nemzetközi mester ugye az MTK csapatában. Tehát tényleg a legerősebb és a legjobb nevelő egyesületek indulnak ezen a bajnokságon, és szinte a legjobb játékosaink, legjobb ifjúsági játékosaink és gyermek ugye csapatbajnokságon is a 10 évesek között a legerősebbek indulnak. Most az ifjúsági csapatbajnokságon idézőjelben két csapattal volt kevesebb a tavalyihez képest. Én azt gondolom, hogy az teljesen normális létszámmal zajlott, 26 csapat indult. A gyermek csapatbajnokságban 14-en indultak, az ott elég nagy visszaesés volt a létszámban. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezt meg kell néznünk. Lehet, hogy egy picit változtatni kell. A 10 éveseket picit nehezebben engedik el a versenyre szülők nélkül, tehát ott azért ugye legtöbb helyen csak szülővel lehet, 12 éves gyerekeket már sokkal jobban elengednek, itt lehet, hogy ennyi változtatás kell, sokkal több csapat lenne, vagy indulna, gondolom, ezen a versenyen. Ezt majd a jövő meglátjuk, hogy a jövőben ezt hogyan tudjuk változtatni, vagy miként fognak változni a csapatok. A Kőbányának hatalmas siker, ugye megnyerték a gyermekcsapatbajnokságot is, utcahosszal megelőzve a második helyen végzett debreceni sakkiskola csapatát, a harmadik pedig a baptista sakkiskola velencei csapat futott be, megelőzze a Barca csapatát. Ők négyen így kiemelkedtek, vagy úgy fogalmaznék, hogy a Kőbánya kiemelkedett, és a következő három csapat az utolsó fordulóban döntött el a végső helyezések sorrendjét, és a nagy arányú győzelmével ugrott be második helyre a debreceni sakkiskola csapata. A harmadik helyre pedig a baptista sakkiskola csapata, és végül is lecsúszott az érmes helyezésről a Barca csapata, akik végig ott voltak érmes helyezéseknél. Ugye az ifjúsági csapatbajnokságot azt szintén ugye a Kőbánya csapata nyerte meg. Nagyon nagy erősítés volt, hogy játszott náluk ez az ukrán játékos. Addig ugye az első három fordulóban nem játszott, két rangadót el is vesztettek, utána viszont mi úgy beindultak, hogy senki nem tudta megállítani őket, az összes mérkőzésüket megnyerték, és viszonylag nagy arányba is. Tehát megérdemelten nyerték meg ezt a bajnokságot. A második, harmadik, negyedik helyen Holt verseny alakult ki. Második helyen végzett a Paksi csapat, ahol egy generáció gyakorlatilag most végez. Ugye 18, azt hiszem 4 vagy 5 18 éves játékosuk volt, akik már jövőre nem játszhatnak, és nem nagyon látszódik a fiatalabb korosztályok, kik fognak játszani jövőre, de hát ez majd az ő problémájuk, vagy amit meg kell oldaniuk. Harmadik helyen végzett hagyományosan jól szereplő szombathelyi csapat, a Haladás csapata. Ők is ugye szintén hasonló ponttal, és a negyedik végül is helyen az MTK csapata végzett. Hát náluk is ez a sorrend hihetetlen izgalmak után alakult ki az utolsó fordulóban. Ez a négy csapat kiemelkedett a legjobbak közül, de hogy a már említett Miskolci Kisbocsok végzett az ötödik helyen, és hatodik helyen pedig az Aqua Profit Nagykanizsa csapata, amelyik ugye a felnőtt nemzeti csapatbajnokságot nyerte meg Zsinórban 8-szor vagy 9-szer már, úgyhogy idén a 10. győzelmükre készülnek. Tehát ez a 6 csapat kiemelkedett a többiek közül, és hát megérdemelten szerezték meg ezeket a helyezéseket. Tehát ugye
és ugye az akvarénakőben járnak, pedig ugye én úgy gondolom, hogy ezzel a csúcsra jutott, hogy megnyerték mindkét bajnokságot. Nehéz lesz megtartaniuk ezt a pozíciót, de természetesen ugye ezt megpróbálják a következő évben majd megtartani. Azt hiszem, Kőbányán hiába mondja a vezetőség, hogy tessék javítani az eredményeket, a csapatok széttárhatják a kezüket, hogy nem tudjuk legfeljebb beállítani a tavalyi eredményt, ami azért nehezebb lesz megtartani, mint kivívni első alkalommal. De hát ha már javításról van szó, nézzük meg, hogy megyénk sakkozói, amikor az NB2-ben hadakoztak, ellenfeleik miket javíthatnának, hogyan állhattak volna esetleg helyt a megyebeli játékosokkal szemben. Magyarul szólva, azt szeretném kérni tőled, Péter, mutasd meg, milyen partikat hoztál a mai napra. A nemzeti csapatbajnokságból hoztam megint két partit, ugye a Tiszavasvári csapatának két játékosának szeretném a part játszmányát bemutatni. Ugye az egyik és az első partit Mizik Zsolt játszotta Ecsedi Sándor ellen, ezt a második fordulóban játszották, és nagyon érdekes tervnek voltunk a szemtanú, és egy nagyon szép támadást láthatunk ebben a partiban, és azért választottam ezt a játszmát, hogy hogyan vezessünk végig egy jó támadást, annak tipikus példája. Mizik Zsolt a tiszavasvári játékosa, a csapat egyik ponterős játékosa, és pontosan erősen játszott ebben a partiban is a szicíliai védelem ellen. Igen. Egy mellékváltozatot játszott, E4-jel kezdett fehérrel, ugye Mizik Zsolt volt fehérrel, és Ecsedi Sándor volt sötéttel. C5, tehát lépett fekete, futó C4-jel folytatta világos, E6 következett, huszár C3, huszár C6, D3, ugye egy zárta folytatást választott világos, ugye kifejlesztette a futóját, és majd a királyszárnyon szeretne előrébb menni és rohamozni. Huszár F6 következett, amire futó G5 jött, futó E7 jött, amire futőüti F6, futőüti F6, és huszár GE2 következett. Ugye ez azért jött ez a huszárütés, hogy D5-tel ne tudjon a centrumban ugye robbantani fekete, elsáncolt sötét, és világos is ugye elsáncolt, A6-tal ugye B5-tel szeretné háttérbe szorítani a futót, erre A4-jel ugye ezt megakadályozta világos, D6 következett, és F4-jel folytatta fehér. Ugye amire vezér C7 következett, ez talán egy picit felesleges lépés, Szicíliában szoktak ilyet lépni, de itt most igazából én nem nagyon látom ennek az értelmét. Huszár G3 jött, amire futó D7-tel ugye az utolsó figurát is kifejlesztette fekete, de ennek a futónak nem nagyon van tere, ugye nem nagyon tud játékba avatkozni. Vezér G4-jel folytatta világos, ugye most huszár H5 a következő terv és bástya F3, király H8-al kiment a kötésből, fekete és bástya A-ról E1-re hozta az utolsó figuráját is támadásba világos, amire bástya A-E8 hadd kérdezzem már meg, itt nem jött volna esetleg jól a D5-ös robbantás? Hát D5 az mindenképp egy érdekes lépés, ugye természetesen érdekes az ütés is, mert hogyha ugye leütöm gyaloggal és visszaüt fekete gyaloggal, ugye lógna a vezérem, de egy huszár D5. Viszont D5, hogyha leütöm esetleg egy futőüti C3 közbeiktatással, vagy esetleg C6-ra, D7-re is üthetnék, hát nagyon nagy bonyodalmak alakultak volna ki. Adok-kapok alakult volna ki, ugye leütni nem nagyon lehet, vagy D5-ot ugye leütni, és hogyha visszaütni a gyaloga, akkor huszárüti D5-tel ugye a C7 vezér visszalógna, tehát talán ezért se volt annyira jó lépés ez a vezér C7, ugye ilyen motivumba ugrott bele. Mindenesetre valamire kell játszani, ugye király H1-jel folytatta világos, ugye kiment a D4, futó D4 sakkból, futóúti C3 következett. Én úgy gondolom, hogy ez talán nem volt a legjobb lépés. Én inkább amúgy bármilyen meglepő G6, futó G7,
tehát léptem volna. Ugye ez a G7, ez a nagy átlós futó, ez idézőjelben úgy gondolom, hogy mindent kivédett volna, és utána esetleg F5-tel. Tehát, hogyha egy sötét G6 futó G7-tel játszik, akkor mindenképp én úgy gondolom, hogy az egy jobb terv, jobb választás lett volna a sötétnek. Kiadtuk ezt a védő figurát, futőti C3 után B-üti C3-mal, ugye visszaütötte a gyaloggal ezt a futót. Világos E5 következett, ezzel pedig ugye F5-tel lezárta a királyszárnyat és a centrumot is, világos, és innentől kezdve ugye egy elég erőteljes támadás indult meg a fekete király ellen. F6 következett, amire bástya F3, ugye a bástyát átdobjuk a H-vonalra, huszára A5 következett, ugye megpróbál ott játszani sötét a vezérszárnyon, futó D5, és futőüti A4-re, pedig huszár F1 jött, amire ugye megnyitja a bástyának a vonalat, és E3-on keresztül egy újabb pontot rakott ki, futó C6. Tehát már nem merte leütni a C2 gyalogot. A sakkozók úgy mondják, amikor valaki elmegy egy gyalogért, ahelyett, hogy az állás kivédésére játszana, azt számogatna, hogy elmegy eprészni. Igen. Tehát igen. Már tovább nem eprészhetett sötét. Azt nem nagyon lehetett volna, mert nagyon gyorsan bástya H3 vezér H5-tel hatalmas támadás, vagy vezér G6-tal jöhetett volna. Sőt, bástya H3, bástya üti H7 vezér H5 mat fenyegetett volna. Inkább megpróbált ezt a D5 futót kiszedni sötét, tehát legalább egy támadó figurát kiszedni. Futó E6 jött, amire futó D7, futó D5, ugye futó C6-tal fekete belemenne gyalogfor ellenére a döntetlenbe a lépés ismétlésbe, világos természetesen ezt nem akarta, huszár E3-mal hozta a huszárt, és ugye a centrum felé vitte, futőüti D5, következett huszárral ugye elfoglaltuk a nagyon fontos centrummezőt, huszár üti D5, vezér D7, és bástya H3 következett, ugye amire vezér F7 jött, ugye bástya E-ről E3-ra, ugye azt is, hogy hozzuk és dobjuk támadásba, H6 következett, bástya H5, és szépen lehet nézni, hogy hogy jönnek a figurák, vezér G8, ugye viszi a vezért vissza védelembe, bástya E-ről H3-ra lépte, és vezér H7-tel, ugye úgy gondolta, hogy most mindent kivédett, minden áldozatot, de most jött egy újabb, nagyon jó terv, stratégiai terv, a D5 lovat még jobb helyre, E6-ra játszotta át fehér, huszár C7 egy nagyon jó lépés volt, amire bástya E7 következett, és huszár E6 után gyakorlatilag a bástyát és a G7 gyalogot is támadja, bástya A8 következett, nem nagyon volt, talán még bástya G8-al léphetett volna, valószínűleg bástya G8-at kellett volna lépni, de már az se nagyon véd, és erre egy nagyon szép taktikai áldozat, huszár üti G7-tel gyakorlatilag azonnal szétszette a fekete királyállást. Világos. Tehát a H6 gyalogot őrző G7 gyalogot ütötte le. Hát igen. És azért nem lehet ez ellen sötétnek mit tennie, mert ha bástya üt G7, akkor... Ez jött a partiban, bástya üti G7, nézhetjük is. Ugye bástya üti H6 következett, és ő nem tud mit csinálni, mert ha G4-re ütne, akkor bástya üti H7 sakk, és király G8-a bástya H8-a még az A8 bástyát is lenyerjük. Vezért áldozott, vezér üti H6, bástya üti H6, és király G8-ra pedig bástya G6 után, ugye kiszedte a védő figurát, világos. Itt amúgy vezér H5 is nagyon erős és nyerő állás eredményezett volna. Bástya üti G6, következett vezér üti G6, jött ugye király F8, itt már feladhatta volna fekete, de ugye nehéz a feladás, vezér üti F6, sakk, király G8, vezér E6, sakk, király G7, vezér E7, sakk, király G8, és F6 után a védhetetlen mat G7-en feladta sötét. Tehát egy nagyon szép támadás vezetést láthattunk ebben a partiban, fantasztikus jó parti volt.
Az imént bemutatott partiból az a tanulság szűrhető le, hogy amikor sakkozunk, kemény partit vívunk, nem szabad megengedni, hogy az ellenfél minden ellenállás nélkül felvonulhasson a királyállásunk ellen, aktív ellentervet kell választani, tehát vagy ellentámadást indítunk a támadással szemben máshol centrumban vezérszárnyon, vagy pedig megakadályozzuk, hogy világos a támadó tisztjeit, a támadó figuráit akadálytalanul felvonultassa az állásunkba. Sötét azért bűnhődött meg, mert leütött egy gyalogot, és közben világos annyira aktívan fel tudta sorakoztatni a tisztjeit a királyállás ellen, hogy azok után már gyalogelőny ide, gyalogelőny oda már nem volt mentsége, nem volt védelme a vereség ellen. Kedves nézőink, ennyi fért a mai adásunkba, köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra!